A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly 289 új lakást talált gazdára Szombathelyen, ezzel a vidéki nagyvárosok között a negyedik helyen áll a Vasi megye székhely, a 348 ezer forintos négyzetméter átlagár azonban nálunk alacsonyabb volt, mint a listán szereplő városok többségében. Idén egy nyári megtorpanás után újra növekszik a családok és a befektetők érdeklődése is az új ingatlanok iránt. Van, aki saját célra vásárol, és itt nyilván azok a kedvezmények, amik még most is élnek, illetve van, ami még csak most kezd igazán élni, azok lehetővé teszik, hogy minőségi lakást saját célra vásároljanak. A befektetői rész az pedig azzal a meggondolással, hogy amit megvásárol ilyen céllal, azt ki is tudja adni. A vásárlók egyre inkább a minőségi ingatlanokat keresik, és az alacsony rezsi is fontos, mondja a szakember. A kisebb lakások fajlagos költsége mindig nagyobb, hiszen nem a szobák száma, hanem a fürdő és a konyha kiépítése a drága. Ebben a 42 lakásos társasházban többféle lakás készül. Most már az igény egy kicsit afelé tendál, hogy minőségi legyen a nyílászáró, a kőburkolat, a szaniterek, csaptelepek, illetve a bejárati ajtó is egy extra minőség. Az is elvárás, hogy világos legyen a lakás, a nyári hőségben pedig egyre fontosabb a klímaberendezés is. Egy társasházban különösen zavaró lehet például egy hangos szomszéd. Most már a külső hőszigetelés mellett a belső hangszigetelésre is figyelnek a kivitelezők. Mivel városszerte gond a parkolás, itt például a lakásból egy ajtón keresztül juthatnak majd a tulajdonosok az épületben található garázsba, sőt, mély garázs is épül. Szombathelyen az új lakás sok átlagára 400 és 500 ezer forint között mozog négyzetméterenként, de a minőségi használtakért is több mint 300 ezret kérnek.